A hajdani Rákosligeti utcaképet meghatározó épület háború előtti eredeti karakterének helyreállítása mellett egyéb korszerűsítési munkálatokat is elvégeztek a 9. utcai Rákosligeti felnőtt orvosi rendelő épületén a szakemberek, az önkormányzat egészségügyi programjához igazodva. Az intézmény hivatalos átadására február 27-én került sor, az eseményen beszédet mondott Ríz Levente polgármester, valamint Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője. Idén is folytatódik Rákosmente önkormányzatának egészségügyi programja, amelynek keretében 2019-ig minden alapellátásban működő házi orvosi rendelőt felújítanak. A nagyszabású projekt soron következő állomásán, Rákosligeten két ütemben zajlottak a munkálatok. Elsőként ugyanis a gyermekorvosi rendelőt korszerűsítették, majd a 9. utcai Rákosligeti felnőtt orvosi rendelő került sorra, amelyet február 27-én adtak át. Az ezzel kapcsolatos ünnepélyen Ríz Levente polgármester a beruházás részleteit, sajátosságait ismertette. Rákosligeti felnőtt orvosi rendelő külső homlokzatában is azt köszön vissza, hogy igyekeztünk a 21. századi energetikai követelményeknek megfelelni, ugyanakkor őriztük azt a képet, vagy megpróbáltuk, mondhatom, inkább helyreállítani azt a képet, amelyen egykoron ez az épület volt. A mai rendelő épületét ugyanis az 1900-as évek első negyedében állították fel, és egykor a Hangya Országos Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet helyi kirendeltsége működött benne. A háborút követően azonban a létesítmény átalakult, elveszítette a korábbi jellegét, falai között pedig orvosi rendelő kapott helyet, amely az idők folyamán megérett a felújításra. Az elvégzett munkálatok során elkészült a teljes homlokzat, valamint a padlásfödém utólagos hőszigetelése, illetve valamennyi külső nyílászárót is kicseréltek a szakemberek. Az épület belső részében klimatizálták a közösségi tereket és a rendelők helyiségeit, új szélfogó portál készült, továbbá a belső tereket is újra festették. Az átadó eseményen részt vett Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, hogy az önkormányzat egészségügyi programjához kapcsolódva a kormány egészséges Budapestért programjának keretében hamarosan megújul a Ferihegyi úti szakrendelő, valamint a Balcsi Zsilinszky kórház épülete is. Nagyon fontos, hogy a rákosmentiek egészségügyi ellátásában minden egyes rendelő külsőleg, belülről, a szakmai ellátottságában, az eszköz ellátottságában, a szakemberek ellátottságában is azt a magas színvonalat képviselje, amelyet a rákosmentiek és minden magyar megérdemel. Rózsahegyi Péter Rákosliget önkormányzati képviselője a kerületrészi rendelő korszerűsítésével kapcsolatban kitért rá, számtalan fontos, a dolgozók és betegek életét megkönnyítő elemmel bővült a rendelő környezete. Várakozás körülményei jobbak lettek, kerékpártárolók lettek kialakítva, az akadálymentesség azt jelenti, hogy alacsonyabb szögű rámpán lehet bejutni az épületbe, az udvarrész is megújult, nagyon fontos volt, hogy a déli tájulás miatt légkondicionáló berendezéseket is elhelyezzenek a benti jobb közérzet számára, úgyhogy az épület hozza a jelen kihívásoknak megfelelést is. Pontosan így képzelem én azt, hogy Rákosligetnek így kell megújulnia a régi formák, hagyományok, hangulatok őrzésével vagy újjáteremtésével, funkcióban viszont napra kész kell, hogy legyen. Dr. Ormos Endre, a Rákosligeti rendelő háziorvosa kihangsúlyozta, hogy az intézményben végrehajtott belső felújítás egy kiváló modellt szolgáltat, hiszen az önkormányzat a saját épületeit felújítja, a struktúrát megadja, az ott dolgozó orvosok és nővérek pedig a racionális munkaszervezést valósítják meg. Azt remélem, hogy az a tapasztalat az itt is érvényes lesz, hogy a környezet mindig visszahat az emberre, igaz ez a páciensekre, igaz ez az itt dolgozókra. Mi egész biztosan jobb érzéssel tudunk itt szolgálni. Remélhetőleg a pácienseink is érzékelni fogják, hogy itt egy olyan környezetben lehetnek, amit talán nem is egészen mindennapos itt a mai egészségügyben, bár ebben kétségtelenül folyamatosan történnek változások. A fejlesztés saját forrásból Rákosmente önkormányzatának költségvetéséből valósult meg. A városvezetés a jövőben tovább folytatja az egészségügyi alapellátást érintő fejlesztéseket, melyek következő állomása a zöldmezős beruházás keretében megvalósuló új egészségközpont felépítése lesz a Kucorgó téren.